Na, hello, szevasztok! Üdvözletem mindenkit, gyönyörű vasárnapot, sziasztok, hello! Hello! Na, hát ha fölveszem a fülhallgatót, ez zavar az, hogy hallom a külső hangokat. Szevasztok, srácok, ma élérezni fogunk, Atya, Úr, Isten! Tuti össze fogom szarni magam, nagyon be fog fosni, nem is tudom, hogy miért akartam ezt a játékot játszani, de szerintem rohadt jó lesz. Úgyhogy ezt fogjuk nyomatni. A felvételt elindítottam, mindegy, mert a sejtelmezzene. Várjátok, picit világít a fejem. De mindjárt segítek ezen a problémán. Jó. Hát, talán egy fokkal, de még ez sem olyan 100%-os szerintem. Egyszer beállítottam a kamerát amúgy. Csak elment a három közben. Úgyhogy sajnos benne van a esélye most a streambe is, hogy így szépen így kilikvidál minket a dolog. De hát reménykedjünk benne, hogy csak nem. Az nem lenne túl jó. Na, indítom a játékot, aztán majd közben beszélgetünk, hogy mi a helyzet a játékkal kapcsolatban. Mondok itt egy pár információt a gameről, mert úgy csatlakozik, meg a lore-ba benne van, és úgymond a film és a játék közti kapcsolat, mert van olyan. Nem tudom, hogy időrendben pontosan hol helyezkedik el, de a egyes után játszódik ez a sztori a játékban. Azt mondja, hol a Alien? Alien itt van. Izoláció. Az aztán a kezdés. Szerintem nem tudom, mire vállalkoztam, srácok, de jó lesz. Picit össze fogom fosni a gatyám. Legalábbis mondom, addig, amíg nem fog elmenni a áram. Mert egy órája vagyok otthon, kb. És kétszer elment. Nem kontrollerrel fogok játszani szerintem. Hanem egérrel. Oké. Na, a beállítások... Tiszta ilyen Dragon Ball-os vittyugás van benne, úgy, tök jó. Teljes képernyő, 1440p, részletesség ultra. Árnyékkép. Fú, már ez a kép is, atya úristen, ezek a hangok. Ma most szarok. Oké, okay, hang. Leveszünk a játék hangból, nem tudom, hogy feliratozás be. Majd szóltak nekem itt a chatbe, hogy mi van. Irányítási séma, rezgés. Jó. Hát és akkor indítsuk a gammát szerintem. Oké. Okay. Biztos még elején videók, meg minden ilyesmi lesz, úgyhogy... Játék indítása, Alien Isolation, igen, és túlélő mód. Hát nekünk ez egy elég túlélő lesz, túlélő módba fog játszódni ez a játék amúgy is. Túl kell élnem a játékot, ez már leve egy túlélő mód. Új játék indítása. Rémálom. Fú, várjatok. Rémálom, van a... Való olyan nehézség, egy életed van csak, a halál végzetes. Oké, okay, ez nem a mi nehézségünk. Ezt az utat javasoljuk a játék valódi megtapasztalásához. Kihívásokkal teli. Na de ez most érted, mekkora egy köcsög buziság? Hát mi volt ezt te? Hát nem lehet elolvasni azt, hogy mi van odaírva. Hát olyan fény van ott. Közepes, továbbra is kihívás rendet túlélheted. Oké, okay. Akkor megvan a nehézségi szint.
Mozgasd a csúszkát, mindaddig, amíg a Seekson logó alig láthatóvá válik. Hát én nem látok semmit. Á! Még egyet. Így. Jó. Szerintem ez így kávé, legalább vásunk valamit. Jó vágyás. Munkadroidok... Aha. Fuss, amikor tudsz, googolj le gyakran. Hű, milyen instrukciók vannak így elején. Sega! Hát mindent mondtam volna, csak azt, azt nem, hogy a Sega készítette ezt a játékot amúgy. De állítólag nagyon-nagyon-nagyon régen. A Nostromo kereskedelmi űrhajó utolsó jelentés. Harmadik tiszt jelenti. A legénység többi tavaly Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash Kane, és Dallas kapitány halott. Lambert, Parker, ez az első rész, srácok. A nyolcadik utas a halál. Azt hiszem. Ash and Captain Dallas. Ash volt a droid, nem? Are dead. Android. Cargo and ship. A hajó és a rakománya megsemmisült. Körülbelül 6-7 múlva elérem a határt. Ha egy kis szerencsém lesz, a hálózat rám talál. This is Ripley. Ripley vagyok, a Nostromo utolsó túlélője. Vége. Signing off. Wow! Jaj, Jézusom, kirázott a hideg te! Oké. Na, szóval akkor most foglaljuk össze, hogy mit tudunk. Most a Ripley-től volt egy üzenet, hogy ugye megsemmisült a hajó, ő a utolsó túlélő, blablabla, és akkor innen kezdődik a sztori. Ripley! I'm Samuels. I work for the company. A vállalatra dolgozom, és a csajt Ripley-nek hívják. It's about your mother. Az édesanyádról lenne szó. We may have found her, Amanda. A commercial vessel. Kereskedelmi jármű, az Annes szíroda felézetni volt az, amiről úgy gondoljuk, hogy a Nostromo adatrögzítő egysége lehet. Where? Zeta Reticula. Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol station. It's proprietorial material. Itt igazán az anyag vállal a saját tulajdonra, hogy azt akarja, hogy a lehető leghamarabb begyűjtése kerüljön. A Sevastopol egy hadianyag raktár ebben a régióban, ez egy folyamatosan működő szabad kikötő. Tudom mi az. Na várja, a Ripley-nek volt egy lány, nem? Akit mondta, hogy ott hagyta a Földön. A Torrens épp abba az irányba tart, így két nap... Mi is oda? És te, amennyi a hajlandó vagy rá. Vezetők, igen. Look, Ripley. When this job came across my desk. Fú, nagyon hasonlít a hajó a első részben lévő hajóra amúgy. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? Hogy abban a régióban dolgozunk, ahol eltűnt a muter. I've been cleared to offer you a place on the Torrance if you want to come along. Maybe there'll be some. Fel tudok ajánlani egy helyet a Torrance-en, ha nem látnátok ezt a részt. Az úgy kezdődött. És akkor most még elmentünk arra a Torrens hajóra, nem? Most gondolom. Hű, most mondom, hogy a hangok azok ki fognak készíteni idegileg. Ezt van most látom. Oké, bugyeges, tanges, munges. Ripley. Hű, de csíkozódik a kép, ezzel mindjárt kezdünk ebbe valamit, srácok. Fú, amúgy grafikailag eszméletlenül néz ki. Pedig ez rohadt régi játék.
Jó, mindjárt csinálok valamit a csíkozódással. Pillanat. Kép. Nem. De pedig képnek kell legyen. Színmélység. Részeskék elmosás. Hol a tökönben van olyan, hogy mi az Isten? Lehet, hogy kint a menübe lehetne ilyet csinálni? Na mindjárt megpróbálunk menteni valahol, aztán majd akkor kilépek és megnézem. Bár ez így nem lesz jó, hogy itt fog csíkozódni a dolog. Na, azt mondja, hogy jelentkezz be. Rohadt, Jézusom, nagyon hasonlít a egyes filmbéli hajóra. Igen, bedugjuk a kereszt. Ez el is fel a Torrenst, szóval ez a hajónk, ahol most vagyunk. Ripley. Amanda vagy, hogy hívtak? Amanda Ripley, nem? Öltöz fel. Fű, baszki, ezek a hangok. Monszarok. Jó magasak vagyunk, nem? Vagy ilyen alacsonyak? Rohadt alacsony a... Tehát ő. Terminál használata. Mit tudunk itt csinálni a terminálon? Személyes hiányoztál. Verline navigációs tisztet keresel? Van egy barátom, aki épp most vesztette el a hajóját és munkát keres. Kezeskedem érte, megvannak a megfelelő papírjai. Ugyanez a régi történet, a megavállalatok alá ígértek, elcsábították az összes ügyfelét. A kisvállalatokkal egyre nehezebben kötnek szerződéseket, és bár van még mit eladnom, azon gondolkozom, hogy kilépek. Jó, az mondjuk annyira nem érdekes, sztori. Q. Öltöz fel, hol a göncem? Valószínűleg ott a hármas szekrémben, nem? A zuhanyzó? Hú, tudjuk, hogy a zuhanyzóba be tud jönni a alienke. Mi ez? Oké, lássuk a lábunkat, ez nagyon jó. Szép körmeink vannak. Oké. Most már lezuhanyoztunk, frissek vagyunk. Frissen üdén. Mutathatnának amúgy TPS nézetbe is engem, hogy nézek ki. Így ruhába vagy bugyeszba megnézném magam. Hát, mi ezt te? Be vagyunk jelentkezve, ez azt jelenti? Aha. Ripley. Ez ilyen gyors öltözés. Jó, feladat teljesítve felöltöztünk. Oké. Okay. Közben nézem a csíkozódást. Aha, kurvára csíkozódik. A kibaszott életbe. Használt a regisztrációs pontok. Mit írt? Manuális mentéshez. Ó, hogy ezek a telefonok a mentések. Mindenhol bedugjuk a kártyánkat, nagyon jó. Biztos felül szeretnéd jelenlegi? Igen. Oké. Okay. Ez jó lesz majd, hogyha fogunk játszani egy fél órát, és nem lesz mentés, és elmegy a áram. Nálom igaziba, akkor fogok infarktus kapni. Na vártok, most elmentettük a játékot, ezért megnézem, hogy a menüben nem tudok vészinket állítani, vagy valamit, mert kibaszott csíkozódás tönkretesz. Nem ide akartam jönni, elnézést. Ez kilépett teljesen a játékból. Idióta. Tiszta hülye. Most megnyitódik kis képernyőbe.
Hát ezek epikes játékok, baszki. Ez... Agyfaszkodok tőle. Most nem teljes képernyőben nyitódok meg nekem ez a fos. Semmi baj. Megoldjuk. Addig legalább gyűlik a nép. Nyomjál egy gombot. Beállítások. Na ezt addig mutatom nektek. Ne basszál fel, hogy nem lehet benne FPS-t állítani, meg ilyen fasságokat. Legalább vészinket, vagy valamit. Billentyűkiosztás, egérérzékenység, célzás, rezgés. Kép. Gamma az semmi. Teljes képernyő színmélység. Itt van. Függőleges szinkronizat pedig be van kapcsolva. Akkor kiveszem, megnézzük így, hogy mit fog csinálni a játék. Így most már van, Jézusom. Csak 610 FPS-en van így. Oké. Okay. Játék íz. Paszki 98%-ot eszik így a kártya, nagyon jó. Fölösleges 600 FPS. Yes. Én értem, hogy 2014-es vagy mikori játék, de mi nem lehet beállítani ilyet? Nem lehet beállítani, hogy legyen 60 FPS, vagy 100 FPS, vagy valamennyi. Jaj. Játék folytatása, ahol beírtuk. Megnézzük, hogy így lesz a csíkozódás. Csak 500 FPS-en van. Muti? Nem tudom, hogy van-e amúgy. Most talán nincs, nem? Vagy van? Szerintem most nincs. Igaz, hogy így megeszi a gépemet fölöslegesen, mert ha 500 FPS-es monitor, érted? Hello, Masi, hello. 500 FPS még én sem látok. Erőt keltünk föl. Nem tudom, milyen lenne jobb ezt játszani kontrollerre vagy egére. Na mindegy, most már egére kezdtük. Fú, de komolyak ezek a űrruhák. Nagyon jól meg vannak csinálva. Na most nem veszek észre annyira csíkozódást. Jó. Olyan egyedülnek érzem magam itt ezen a hajó, mint a kurva élet, csak mondom. Pedig előbb láttuk ezen a panelen, hogy... Azt mondta, hogy... Előbb láttuk azon a panelen, hogy még vannak itt. Ah, hello. Hello, my friend. Ah, Ripley. Én vagyok az, igen, hello. Did you wake up early? Well, I don't really need as much sleep as the rest of you. I was just inspecting the Torrens facilities. A well-maintained... Tisztában vagyok azzal, hogy egy nagyon hasonlító modell a... Nostromo-éhoz. Yes, M-class. A later pattern, but close inspect. I've worked engineering jobs on ships like this. Of course. Is Taylor up yet? She's not a seasoned traveler. Hypersleep may have been punishing for her. Haven't seen her. I'll go check on her. Beszélsz Samuels-el. Samuels! Hát miért ilyen igaz? Hol van Samuels? Ki az? Nem ismerem én még itt a karaktereket, haló. Ki vagyol, Samuel? Nem lesz valami térképen, vagy valami? Vártak, ott pont ott van a HP csík rajtam. Hova üljek? Ide üljek? Itt meg biztos lesz egy... Oké, nem játszok ebben a játékkal.
Beszartam. Hú, geci. Olyan furcsa nekem, hogy ilyen magosan vagyunk. Á, te vagy Samuel? Te szemüveges lány. Taylor, good morning. Taylor. It's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Nagyon re... Igen? Sajnálom, úgy érzem magam, mint egy halott. Nem tudom, hogy az embereit hogy bírnak a rendszeres hiperálommal. Igyál egy kávét, szél, egy cigit jobb lesz. A legtöbb jogi vezető nem utazik távolabb, mint amennyire a kávégépe van. A Nostromo elvesztése és a rokomájának költsége a cégnek egy csomó pénzébe került, ezért fontos, hogy kiderítsük, hogy mi történt vele, ha lesz, zárhatnám az ügyet. Nem tudom elolvasni, baszki, olyan gyorsan dumálnak, ha megint. Tisztában vagyok azzal, hogy az édesanyád 15 évvel ezelőtt... Have you seen Samuel? 15 évvel ezelőtt tűnt el a Ripley. Oké. Looks like we're up. Fáradjunk a hídra. Menjünk a hídra az eligazításért. És milyen cuccok vannak ebben a terminálban? Van már valami új? Megosztott. Semmi. Fú, rá, meg kell szoknom ezt a irányítást. Oké, menjünk a hídra, valamit fognak mondani. Kíváncsi vagyok, hogyan fog beszökni Alien, vagy hogyan lesz itt egyáltalán Alien. The Torrens is in very good order for an old M-class captain. She was a wreck when I bought her. Took a few years and a lot of contracts to refit. Helyrepofozás. Mostanra már saját magát tartja. You said we're approaching Sevastopol station. Are we docking? I believe your contact is Marshall Waits, Marshall, igazam van? All hail Sevastopol. Kíváncsi vagyok, hogy ki lesz köztünk android, mert mindig van egy android a felézeten, nem? Don't worry, Miss Taylor. Routine. In and out. Connor, how we doing? SMG loaded and calibrated. Approach vector locked. Prep comm so I can say hello. Channel say hello, Azaz. Does everyone have their briefing documents? You can watch the approach on the monitors. Mit figyelhetek meg a monitoron? Gyűjtsd be az eligazító dokumentumokat. Igenis, kapitány. Fú, bassza meg, te hogy néz ki ez a cucc? Jézusom. Nagyon-nagyon brutális. Ez a híd. Most mondjátok én nekem, hogy hogyan vezetik így a hajót. He? Én ezt soha nem értettem. Hogy az anyám oldalról nézik a... Nem értem. Picit koszos a ablak, lehet, hogy kéne menni össze lemosni amúgy. Eszméletlenül néz ki, kurva jó. Hogy vezeted a hajót, te kapitány? He? Torrens kapitány, izé, a Torrens hajót. Mit láttok elő? Ezt. Az igen. Valami információs panelt kéne megnéznem. Azt mondta a jány. Hol van? Á, eligazítási dosszié begyűjtése. Videó van. Ott vagyunk még középet. Ő a Ripley lánya. Sevastopol station. Sevastopol állomás. Kurva jól lehet. Ó, geci! Már tudom, honnan fogjuk összeszedni a Alien-t. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. Hang, hallottad? This is a commercial vessel, Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol traffic control. We're carrying three passengers on a whale and a Tony Bond. You're holding the Nostromo flight recorder unit. We request immediate permission to transfer the passengers port side over. Súlyos helyzet? Azt mondja, súlyos helyzet van. Marshall, this is the Torrens. Say again. Fújj, már izgulok. Amúgy, már érzem a testömben, hogy már picit szarok. Az a baj, hogy tudom, mi lesz. Bármi nem a játékból, hogy mi lesz, hanem így a filmekből, amit eddig kivettünk, hogy ilyenkor mi szokott történni. Safe trip.
Igen. Stand by. A filmben is mindig így volt. Leszálltak valami bolygóra, vagy fölmentek valami hajóra, vagy faszok tudja, voltak alien bácsi, xenomorfok. És amikor menekültek volna el a bolygóra, akkor egy alien fölkerült a hajóra. És megbaszott mindenkit, kijöjjön a Ripley. Depressurizing. Fuck. Hating this. Just shadow me, Taylor. You too. Ah, az igen, csak maradj szorosan mögöttem, baby. Basszus. De csak egy videó amúgy. Azért néz ki ilyen szarú most. Fuck happened here? My God, Ripley. You're doing good, Taylor. Just keep moving. Taylor, Ripley, hold on. Úgyhogy én futkároz rajtam a hideg, csak mondom. Futkároz rajtam a hideg. Taylor! Respond! Anybody! És így maradunk egyedül? Nagyon jó. De most bejöttünk egy idegen létesítménybe. Elvesztettük a többieket, és most akkor... És ugye azt jelentették innen, hogy itt most nagyon súlyos helyzet van. Szerintetek, most komolyan szerintetek, mire gondolhattak? Hogy mi történt? A térképterminálok kibővítik? Igen, nagyon jó. Valamit kibővítenek. SSD. Nem tudom olvasni, kurva gyors. Hallod, még ablaktörlő is van, vagy mi a fasz az? De brutálisan néz ki. Rajtunk van a szkafander. Keres segítséget. Segítség! Én nem azt mondták, hogy kiabálj, hülye. Igen, meghúzzuk a kar lenyomása. Mi ez? Ja, hogy ebbe bezárjuk. Valamit bezárunk. Magunkat zárjuk be. Leveszik a szkafandert. Aha. Oké. Tudjátok, mire hasonlít ez nekem most ez így hirtelen? A Somára. Amikor végigjátszottuk a Somát még YouTube-on, hát... Nem akarnám többször végigjátszani. Nagyon sötét van, haló? Köszi. Használd a regisztrációs pontokat a manuális mentésre, figyelmeztetnek, ha ellenség van a közelben. Mi? Figyelmeztethetnek, hogyha ellenség van a közelben? Annyi? Felülírjuk, igen. Haló, van itt valaki? Jöttem segíteni. Én Ripley vagyok, Amanda. Kuki? Sziasztok, haló, van itt valaki? Tudom, milyen az ára. Mi van? Most kizihál. Ó, van sprint. Yeah. Ezeken is lehet a felirat. Most itt visszakerültem, oké? Okay? Öcsém, hogyha nekem itt valaki benéz, egy alien vagy valami, meghalok. Nagyon nagy a csönd. Atta! Jó, nem mondok semmit. No. Ó. Oh. Szellőzőnyílás. Oké. Okay. Szeressük a szellőzőnyílásba járkálást. Jézus Atya Úristen! Kinyílott, mint egy segjük? Aha, megkerültük így a tüzes részt. Hú, mik ezek a hangok, te jó Isten!
Léptetés, kiválasztás. A sérült dosszié. Annyira megvan sérülve, hogy nem is megy. Page down. Hát nyomom a page up-ot. Görgetés. Vissza. Na mindegy, baszni rá. Oké, itt azt mondja, hogy space... light control? A űrhajónak a fény control cuccos-muccos, azt hiszem. Oké, srácok, fülhallgatót föl, komolyan mondom. Dobjatok föl egy fülhallgatót. Ez nem vicc, amit csinál a játék. Fákja. Oké. This will help. Biztos. És meddig ég szerintetek ez a szar? Nyomj R gombot a használathoz. Csoda? Célzás? Át kell dobnom rajta? Há, vagy nem. Most és ennyi? Nem tudom fölvenni? Az úgy jó. Megérte. Mennyi? És csak ez egy... Aha, ez egy volt. Megérte eldobnom. Nagyon jó. Én nem akarok több ijesztést. Mi ad a kiírva? Hát, ugrani nem lehet. Google-ni lehet és sprintelni lehet. Nagyon hirtelen jönnek ijesztések. A hangok. Itt van valami ládikó, dobozka. Van egy fákjánk, igen, megint fölvesszük. Nagyon jó vagy. Nem is oda. Beam hulladék felvétele, keres terrajzokat, amely segítséget tárgyakat barkácsolhatsz a kurva életbe. Úgyhogy még lehet barkácsolgatni is, nagyon jó. Oké, itten ez le van záródva ez a cuccli-mucli. Mert itt erre tovább nem tudunk elmenni. Ennyi. Mert itt oldalt el tudunk férni. No. Most mi a fasz? Ez mi a fasz volt? Most a játékban pislákolt, vagy a lámpán pislákolt? Remélem, ahol is ki fog égni. Ó. Á, most komoly. Eddig itt el lehetett jönni? Moni... Get? Vagy mi? Moving? Get moving? Vagy... Nem ennyire föl? Jó van, akkor... Akkor megyünk. Keep moving lehetett kiírva? Lehet. Nem kell a zene. Ha már tudjátok, kell a zene. Szevasz, Gabi, hello! Szevasz, köszi szépen a raidet, köszi. Sziasztok, srácok! Áramellátás szükséges ide. Picit be vagyok szarva, úgyhogy most azért nem vigyorogok annyira amúgy. El sem kezdtem játszani, és már kétszer úgy megijesztett a játék, hogy... összement mindenem. Ezek a terminálok frissítik a térképet a felderítetlen helyeket. Aha. Az nagyon jó lesz nekünk. Ezek a cuccok. A 2000... Ez ilyen kilojuno-wattos lófasz, kilo... valami ilyesmi.
Igen, szétnyomkáltam a helyet. Lost Visitor. Szia, szia, hello. Eltűnt látogató? Hát szevasz, Suzy, hello. Találóni. Készlet átköltözés. Langley, ha készenlétünket keresnéd, ha készletünket keresnéd, átköltöztettem. Olyan szar betűk vannak, nem tudom olvasni. Közvetlenül a nyílt területen hagytad, ahol akárki elvihette volna. Jézusom, tudod te mit kellett tennem, hogy összegyűjtsem? Elrejtettem az egyik tároló szobában, biztos meg fogod találni a kód. Várjál, nem játszunk ilyet. Hogy ezt így csak így itt hagyjuk? Nem tudom, hogy ezt el lehet olvasni későbbiekbe. Fotó. 0340. Oké. Senki nem fog lejönni a terminálhoz azok után, amik történtek. Továbbá elfogytak a gyógyszerénk, és fogyóban van a víz is, szóval most rajtad a sor, hogy szerez. Talán ez majd megtanít arra, hogyan gondoskodj a dolgokról a jövőben, Anna. Nani? Azt... Reggelt? Hát neked is jó reggelt, nagyon titkos szavasz. Ez most nem esett jól ez most Mark. Nagyon-nagyon be vagyok szarva a játékba jelenleg most sajnos, az a bajom. Úgyhogy köszönöm. Köszi. Köszi a 50-est. Jaj. De beszartam minden, most az a baj, hogy most arra átnyitódott át a testem, hogy mindentől beszarok. Nagyon. Mentsünk. Ezt teszi a horror játék. És még nem láttunk Alien, de háromszor volt olyan hang, hogy összeszartam magam. Nani? És akkor most van térképünk, hogy ezt a 2000 kilojulos wattos lófasz generátoros morostorost beaktiváltam, vagy most mi van? Security checkpoint. Help. Oké. Volt idejük firkálni még a falra amúgy. Bár mi mindig nem tudjuk, hogy mi történt, mert nem találtunk semmit. Hogy balra milyen csatorna nevet ír ki? Honnan tudjam? Akit követsz biztos, nem? Hát nem fogom, biztos. Állíts helyre a redőny energiaellátását. Nanyi? Szóval ezért napelemezt tudsz? De milyen redőny? Itt nincsen kis redőnyök. Vagy most milyen redőnyre gondol? Öregek otthona. Neked be van követve az a... Előjöttünk. Ó, hogy erre gondolt? Mi volt akkor? 0340, nem? Atya úristen, érzéken. 340. Öcsém, lesekedett fényképeznem, tudom fejből. Semmi probléma. Aha. De azon nem is, soha nem csináltam semmit amúgy. Orvosi csomag, Muti. Tervezet begyűjtve, megtekinthető. De miért tűnnek el ilyen gyorsan dolgot? Találtál egy tervezet, használt a Q gombot. Van egy fákánk. Micsoda? Oké. Az orvosi csomag felhasználásával egy pillanat alatt helyreállíthatod az életerőd egy részét, amennyiben szükséges, gondos használat szükséges az orvosi csomag precíz használatához. Ezért győződj meg róla, hogy van elég időd erre. Komponens hozzáadása. Öcsém, hát mi a fasz? Nem csak úgy van áll, hogy te csinálsz egy életet. Injektor, B-vegyület, kötőanyag, töltet, etanol, gyújtósz... Mi a... Kattints ide a barko... De semmihez nincs komponensem, gondolom. Komponens hozzáadás, ami a...
Jó, ezt még át kell látnom ezt a részét a játéknak, mert még... Várj, itt vannak az injektorok, igen. Várjátok, akkor itt most körbenézünk. Nem ártana egy flashlight, egy lámpa amúgy a kezünkbe vagy valami, azt tetszene. Kötőanyag, oda néz milyen izé, ragasztó. Ilyen szipus ragasztót veszünk föl. Ez itt semmi. Jó, akkor várjál, itt is volt valami. Haló, mi volt ez? Injektor, hol van? Jézusom, hát nem fogom észrevenni. Baszki, ez a levegőben van. Oké, nagyon jó, epic. Epic Games. Jó, és akkor most ebből a három komponensből tudok csinálni valamit már? Hiányzik ez a szarunk, nem? Injektor. Ja, hogy akkor a élethez, jó, most már értem. Vagy nem értem. Most a... élethez ez a három cucc kell. Kötőanyag, injektor és vegyület, nem? Hát ezt most vettem föl. Orvosi csomag haladás. Jó, hogy mindig nem értem a barkácsolást, majd rájövünk. És hogyan tudom elrakni ezt a szart a kezemből? Hogy véletlenül se... Vessze meg. Tuti kell itt még lenni valaminek, hogy tudja csinálni egy orvosi csomagot. Mindjárt megyek játék, ne aggódjál, még körbenézek azért. Nem látok semmit. Nincs itt fasz se. Nincs itt semmi. Nagyon leszarom, mondjuk tovább. De nem akarok R gombot nyomni. Én el akarom rakni. Nem tudom, hogyan lehet elrakni a kezemből ezt a szart. Hol van már az állat, Suzi? Mit akarsz ilyen hirtelen? Tudod, hogy a film vége, és a film is... Ó, hé! Mi a... De erről jöttünk, előbb tuti nem volt itt fém hulladék, amúgy csak mondom. Oké, okay, rip fákja. Volt fákja, nincs fákja. Helyre kell hoznunk a redőnyeket, azt mondta. Fölvettem a... Jézusom. Fölvettem a orvosi csomagot. Vagyis nem orvosi csomagot, azt a szart. És mindig nincs meg a kellő alapanyag. De... Térképfrissítés. Rányoltam, hogy térképfrissítés, és elment innen minden. Eddig ez érdekes ez a játék, így most így hirtelenségében. Amúgy kurva jól néz ki, és... Fasza, hogy nem tudom, hogy mit kell csinálni, és be vagyok fosva. Elveszve az űrhajó. Hát szevasz, Nitmak hívó, szexuálisan befosós szép napot. Szia, szia, neked is szia, szevasznak srácok mindenkinek, üdv. Na szóval a film is úgy volt, hogy elejénél szépen bevezető, minden, stb. Minden ilyesmi. És aztán a közepe felé jött a megbaszás, úgyhogy valószínűleg itt is ez fog történni szerintem. Emíg a tutoriál része megmutassa, hogyan kell barkácsolni, mit kéne csinálni. Most el kéne indulnom visszafelé, srácok. Amerről jöttünk. Ha másfelé nem tudok menni. Még bemegyek oda, abban a kabinba ott fönt. Megnézem, hogy ott még lehet-e valamit csinálni, ha nem, akkor megyünk visszafelé. Itt a mentettünk. A terminálban nem tudunk csinálni semmit. Kinyitni valami... Lehet itt kéne kinyitni az éket, nem? Ha tudnám, hogy hogyan kell lemenni. Kontrollerrel lejjebb tudok menni? Oké. Okay. Kontrollerrel el tudok menni, most meg itt is tudok menni. Nagyon jó. Készlet átköltözés van, megosztott búcsú szexontól. Nyilvános közlemény a Szevasztopol állomás. Töltöd a orit?
Na, az nagyon jó. Remélem egyessel kezded, amit én vittem születésnapomkor. Majd mindjárt beszélek róla, csak jussunk túl picit ezen a részen, és mindjárt beszélek amúgy. Nyilvános közlemény, a Szevasztopol állomás. Egy hosszú utazáson vagyunk túl, de sajnos a végéhez közeledik. A Szexon társaság szeretné megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjon mindazok, akik éjjel során a Szevasztopol blablabla. Oké, ez nem érdekel. Hang. Áramtalanítás. Harris, Turner, azonnal gyertek ide vissza. Találtunk egy nyomot valahol a mérnökségen. Zárd le a terminált, kapcsold le az áramot, és ne felejtsd a jelentést. Légy alapos, szükségünk lesz egy fedősztorira, ha ennek a szarnak vége. Weitz kilép. Segédprogram. Hálózati csomópont, D13 indulások. Áram helyreállítása az indulások részlegben. D13. Akkor ide kéne eljutnunk. Haló? Hát ezek kik voltak te? Oké, kinyit ajtó, haló. Na most mi van? Most lett áram, és kinyitak ajtók. A kapu. B kapu. Itt van valami cuszli-mucli. Kötőanyag. Fémhulladék. Mindent felvettünk. Amúgy minden oké és munkába. 1:20-kor leléptem, és nem volt semmi extra amúgy. Jó, itt volt bent a cucli-mucli. Igen. És akkor gondolom, arra kéne tovább, megnézzük, hogy mi van itt a cucba. Na várj itt most. Jó, felvett mindent, nem? Gondolom. Nem. Nem az első, Suzy, a Blind of the Forest. Az a második rész, amit te mondasz. Vagy Blind of the Forest, na. Blind. Oké, csak mondom, hogy fáj a testem. Apolló. Oké. Azt hittem, ott van egy Among Us jel. Szerintem ezekből a szellőzőkből fog előjönni, mister. Elevators. Olyan! Minek van itt ajándéküzlet? Mi a pokol történt itt? Szóval, srácok, aki nem volt itt elején, mink Amanda Ripley vagyunk. A karakter. Szóval, aki látta a Alien filmeket, a Ripleynek a lányával vagyunk 15 évvel azután, hogy a első részben ugye Ripley eltűnt. Elindult a föld felé, csak lefagyasztotta magát. És a lánya addig elment keresni a világűrbe, és ő is ilyen hajókon kezdett el dolgozni, mint a anyja. Szóval... És most kb... Micsoda? Innováció. Ionvágó. Innováció. Az is szükséges innováció, is szükséges, de neki most egy ionvágó kell. Szóval ez most így hirtelen a sztori, és most lejöttünk egy ilyen állomásra. Ahogy Pákó mondaná. És külön váltam a egységemtől, és azóta nem találunk senkit. Ide is kell egy ilyen vágó. Jó napot kívánok! Ha valaki még ezt meghal. Szevasztopol. Nem ártana egy térkép, hogy tudjam, hogy hol vagyok amúgy. Az jó lenne. Itt a hajónk. Hogy néz ki ez már, de most komolyan, srácok. Légy kapcsolatba a Torrens-szel. Brutálisan néz ki, atya úristen. Végem van.
Na. Fú, megint nagyon sötét van. Hú, bassz meg, be vagyok fosva. Nagyon sötét van. 10 óra 1 perc. Szevasztopol U-állomás. Jó, itt tovább lehet menni. Kíváncsiak, hogy lesz vége, hogy megehalunk, vagy megetaláljuk a mutert, de hát a muter az a földre ment, nem? Igen, a második rész úgy kezdődött, hogy a földön már eltett nem tudom hány év, és hogy ők vissza akarnak menni arra a szigetre. Szigetre, mint ugye valahogy Lostba lennénk, nem tudom. Visszamennek arra a bolygóra, ahol úgy voltak ezek a tojások, meg ahol felszedték a alient, meg minden szart. Csak aztán kiderül, hogy azt a bolygót már benépesítették az alatti idő alatt, amíg Ripley álomba volt. És aztán visszamennek a másik részbe arra a bolygóra, és hát persze már alienek szétettek mindenkit. Sega bazd meg, játékgépek? Ez játékgép, nem? Olyasminek néz ki. Hátra, előre. Aszá. Beszarsz. Runner on Rex. Oké. Mi nyit itt ki? Valami kinyit, nem? Ez a... Aha, ez nyit ki. Hő, te ki van ott? Mi a fasz? Öcsém, hát mi ez a játék? Hogy néz ki? De most komolyan. Én beszarok. Oké. Itt a fények, a hangok. Itt minden kurvára el van találva eddig. És ez mikori játék? Oké, ott a Jack, nem a... Mi a Jim Beam. Mikori játék ez? 2014-es? Azt hiszem 2014-es, nem? Lejátszás. Na, hallgassuk. Julia Jones, mai legfrissebb hírünk. Számos igénylés után White Marshall végül összehívott egy nyilvános ülést, amelynek témája a Szevasztopolon keringő pletykák voltak. De ahelyett, hogy választ kaptunk azok kérdésekre, amelyeket szerettünk volna, továbbra is kitérő válaszokat adott, és néhány perc elteltével őt és a csapatát elkezdte dobálni a dühös tömeg. Elsült egy pisztoly, kitört a pánik, és ezután White... Hát ez nem létezik, hogy ilyen gyorsan elmondta ezt a szöveget. 2014, aha. Azt mondja, mennyi már izgulok. Hát de ezeket el kell olvasni, mert meghallgatni a sztorit. A helyénszkesap. Oké, kávé, nagyon jó. Szóval ez volt a büfé. Nyomatták a cigit, meg minden. Nyomatunk egy mentést. Ez mi a tököm? Ez ilyen gyerekrajznak néz ki, nem? Mondom, nem a alient próbálták ábrázolni vele. Na, nyomok egy mentést. Véletlenül itt áramkimaradások lennének, vagy valami ilyesmik. Oké. Okay. Terminálból. Zoe, sajnálom, de a következő héten már nem kell jönnöd. Ahogy már tudod, a bolt bajban volt egy ideje, és már nem tudtam tovább visszatartani a hitelezőket. Egyszerűen senki sem jön már Szevasztopolra. Ez nem csak velünk történik így, úgy látszik, hogy az egész állomásnak lőttek és lehúzzák a rulót. Eladják ócskavasnak, gondolom. Beszéltem az egyik gépésszel és beszámolt róla, hogy nem sokára bejelentik. Azért mondom ezt el neked, hogy nem maradj itt újabb munkát keresni. A Szevasztopol bevégezte, ideje tovább állni Harper. És amúgy itt várjál, még egy üzenet van? Ott is van valami? Ó. Minden űrrepülési terminál alkalmazottnak a közbiztonság és a pánik megelőzésének érdekében világossá kell tennem az összes potenciális utas számára, hogy jelenleg nincs menetrend szerint elutazó járat Szevasztopolról, és elérhető hajó sem. A gyarmati marsallok az állomáson vizsgálják ki a problémákat, és ennek megfelelően tájékoztatnak. Mi az az Apollo? Az Apollo egy központi MI, ami figyeli az
útmutatást is nyújt az összes munkadroidnak. Ugye útmutatást nyújt az összes munkadroidnak a Szevasztopolon. Valamint az Apollo felügyelő az összes kommunikációt az állomásra, szóval bárhol is légy, tud, hogy biztos kezekben vagy. Akkor ez az Apollo, ez olyan lesz, mint az első Alienben a mama, nem? Ott hívták a Emmit mamának, nem srácok? Ki látta a Alien-t? Kezeket fel. Azt hiszem ott hívták a Alien, egybe volt a Emmi izé, mama. Ott mama volt. Itt meg Apollónak hívják a számítógépet. A mesterséges intelligencia. Szóval akkor a falon, amik ki voltak írva, hogy Apollo, akkor most itt a mesterséges intelligencia is ellenünk lesz szerintetek? Vagy... Na, majd erre kíváncsi vagyok. Aknafedél nyitás! Nani? Hello! Lámpa. Jézusom! Nagyon szűk! Most már egyáltalán nem indul a közé. Szevasz Dávidom, köszi. Amúgy ez átvitte a izgulásomat, komolyan. Szevasz Dávid, mi a helyzet? Melóba vagy már? Damn place is falling apart. Az egész... Végeztél? Na. Az fasza. Ha mi ez a robotkutya, te? Oda néz, ilyen porszívó van itt. Használ. Oké. Okay. Körbenézzünk, hogy nincs-e itt valami olyan anyag, amit föl tudunk használni. Tudunk már életet csinálni szerintetek? Annyi minden lófaszt összeszedtem. Muti? És mi mindig hiányzik a fénykardunkból ez a szar. Jó, akkor itt vagyunk lefelé. Ott van fém hulladék. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon... Azt csinálja velünk a játék, srácok. Én ezt már most látom előre, hogy itt mik lesznek. Nagyon azt csinálja a játék, hogy nagyon-nagyon-nagyon ritkán ijeszt meg, ilyen kisebb ijesztésekkel. Itt szerintem nagyon meg fognak baszni minket amúgy. Ilyen ketrecek vannak a Tesco-ba. Ilyen berakodnak a árus, a kirakodók. Hú, geci. Nem tudom mennyi a pulzusom, de most nagyon sok lehet. Halló? Ki a faszom futott ott? Valaki leskelődik utánom, baszki. Jaj, ne Dávid. Itt. A hang az jó, srácok? Nem hangos, nem halk. És mondom, használjátok fülhallgatót, kérlek titeket. Megéri. Szóval valaki most leselkedett, most annak így kellett állni ennek a fasznak. Pornó jó? Porne? Baszki nyit, Maki, jó, most óráról jut eszembe, láttad a új Apple Watch-os? Öcsi, 1000 euró, baszki. Állatok, de amúgy kurva jól néz ki. Itt vannak hullánszkik. Solomon töke. Oké. Okay.
Szevasztopol állomás, azt tudjuk, mindenhol is ki van írva. Azt mondja, hogy airlock. Jó raport! Van itt valaki? Túlélőket keresek a hajón. Én most itt egyedül vagyok, mint a tököm. Jó lenne valami flashlight, jó lenne valami térkép, valami pittoly a kezembe. Vagy valami, legalább tudjak világítani, jó? Ha nem tudom, hogy jobban lenne világítani, vagy így a sötétbe mászkálni, mint valami hülye. Még magam sem tudom eldönteni. Nem. Nem. 1500. 1500! 1500 a Promax. A tied meg 1008. Láttam basszus, bárne láttam volna. Az a jó, hogy jobban néz ki, mint a sima Apple Watch-ok. És nekem ez kurvára jön. Csak hát azért még arra még 1000 eurót kiadni, baszki. Már így is mínuszban vagyok. Kurva sok 1000 euróval. Jó, 1 terabajtos, baszki, persze. De hogy vennék ki 1 terabajtos, minek? Amúgy a döntés megszületett, nyit Makio. Itt beszélgettünk a pókember alatt ugye ezekről a termékekről, és mondtam, hogy nem tudok dönteni. Úgyhogy döntöttem ma. Sajnos. Vagy nem sajnos, ma meglássuk. Karbantartó szerszám szükséges. De úgy az a 300 euró már akkora árnál szinte mindegy. Látod, Dávid, pont erről is beszélgettünk Nyit Makióval tegnap, és ő pont erre azt mondta, hogy akkor lehet, hogy már ebből a árkülönbségből, meg ha egy picit hozzárak, akkor vehetne egy PS5-öst. Amúgy ebben igaza van. Mi volt ez a hang, te? Ez már valami sikítánszki volt, hallottátok? Igen, igen, a Promaxot rendeltem meg ma. És ezt nagyon nagy lelkesedéssel mondom. Már nagyon-nagyon-nagyon rég volt ekkora telefonom, úgyhogy kíváncsi vagyok. A fasz! Holy! Holy ho! Hogy lehet ennyi pontotok, basszus? Vadállatok. Hát, 6,7-es, de szerintem az már... Még van 11,9, az igen. Szia, holikám, szia. Mizu is, nem láttalak egész héten. Hiányzott ez a sárga nél. Hét már heal. Mi a... Pék, fűzfán, füttyentős farka történt itt. Öcsém, ránéztem a lámpára és kipattant. Á, oké. Ilyen ez a munka. Hát egy hét, srácok, még egy hetet itt vagyok, aztán a következő héten én se leszek, bassza meg. That's gotta be the exit up ahead. Kell ott fent egy kijárat? Oké. Okay. Harry, ez itt Turner, megtaláltam az utolsó tengelykapcsolót. Eltartott egy ideig, de most már legalább megvan. Csak felrakom még az utolsó biztonsági pántot. Keresd meg, amikor már a tiédet lezártad, akkor húzz el innen a fenébe. Jézus, ember, mindahhoz zajokat hallok. Minden nyikorog és csak baszottul. Nem tudtam olvasni a végét, keci. Azt mondta, kell lenni fent valami kiáratnak. Oké, megyek már! Villog a lámpesz. Fuck the marshals. Oké. Looters will pay. Csak kíváncsi vagyok, hogy ki a fasznak volt ideje basz telegrafitizni a falat. Hát, ha itt lenne egy xenomorf, vagy alien a hajón, érted? És ha láttam is volna, hogy mi az, hát
kurvára nem festegettem volna teli a falakot, hanem kerestem volna egy olyan helyet, ami nincs, ahol kurvára nem vesz észre. Nyomadták a kártyapartit. Sakkozni is volt idejük. Piac van mindenhol. Nagyon nyugtat a játék. Nagyon nyugtat a játék. Kíváncsi vagyok, mi lesz ebből. Oké, Dávid. K.O. Ezt kikáóztad. Neked is elment kétszer a villany, Suzi? Akkor nem nálam volt a hiba. Egy órán belül kétszer elment a villany, de csak ilyenre, hogy... Helisi Turner, helyre kellett hozzam megint azt, amit a seggfej elbaszott. Ezúttal kis hián sikerült tönkretenni az ajtót a karbantartó szerszámmal. Azt hiszem, hogy azt gondolta biztonságosabb, ha magára zárja. Csessze meg, van elég dolgunk a részek disztók babusgatására kívül is. Minden esetre bevágtam a bizonyíték megőrzőbe. Hadd aludja ki magát ez a balfasz. Na, nagyon-nagyon szexuális. És még akkor lenne még legszexuálisabb, Suzi, hogyha a HDMI-n keresztül rákötnéd tévére. Nagyban nézhetné engemet. A bizony... Milyen? Hova blaszta be? Bizonyíték raktárba, nem? Azt mondta. Oda néz a Commodore. Mi volt az? Commodore C64? Az Commodore... A csak Commodore volt a neve annak a gépnek? Personal Storage. Elrejtőzés. Nani? Mi az, hogy elrejtőzés? Miért... Ó, bacs meg. Hol van a bizonyíték raktár? Azt kéne megtalálnunk. Azt mondta nekünk itt a rádió, hogy a bizonyíték raktárt keressen meg. És akkor fogom tudni kinyitni ezt a szart, mert oda baszta be a csávót. De a tévé lenne igazi akkor is, nem? Micsoda? Nem tudom elolvasni. Most ezt valaki hallotta, vagy csak izélek? Flashelek. Valami morgott. Kurvára morgott valami. Hol van a bizonyítéraktár? Ilyen nincs. Ide is fog kelleni az a szerszám. Minden esetre bevágtam a bizonyíték megőrzőbe, hadd aludja ki magát ez a balfasz. Mi az, hogy újabb behatolás? Mi az a visszaszámlálás? Hé! Nagyon helyes, Suzi. Gyorsan rended elő. Mi az, hogy behatolás? Turner, újabb behatolás. Mi ez a idő visszaszámlálós tudsz? Ó, meg vagyunk. Ott van nála az a cucc, ami kell nekünk. Na és ez hogy halt meg szerintetek? A kártyája is fog kelleni. Oda néz ilyen puzzle, baszki. Mennek már dögök? Nyomjunk egy kis muzsikát. He!
Ó, be kell mászni a segjükbe, baszki. Oké. Jaj, de nem szeretek ilyen szellőzőkbe járkálni, srácok, ez egy akkora egy szar. Na jó, elmentek a faszomba. Nem, baszki, nem, ezt nem bírom. Hello, szeretnék panaszt tenni. A legfelső vezetésnek rendben? A nevem Zachary Watson. Az a Watson, vágod? A panaszom a kibaszott Marshall-al kapcsolatos. Neki védenie kellene minket, ez a munkája. Valami van velünk az állomáson, és senki nem tudja, mi lehet az. Egy kibaszott valaki sincs, aki meg tudná mondani. Pántokat szereltek az ajtókra. Lezárás. Tudod? Ami megadályozza, hogy valami kijöjjön. Ember, én kibaszottul meg vagyok rémülve, mint kurvára. Francba annyira hideg van, nem hiszem, hogy ez a kibaszott dolog egyáltalán működik. Annabelt néztél? Hát nem tudom, mennyit kéne fizetnie a Annabel megfilmesítőjének, hogy én azt a filmet megnézzem. Főleg úgy, hogy babafóbiám van, nekem az a film az nem. Oké, okay, felveszek a karbantartó szerszámát. Oké, most már csak egy lámpácskát találhatnánk amúgy játék. Kéne egy lámpa? Amúgy addig jó, amíg nincs Alien, Suzi. Ne akarjál Alient. Hoppá, itt a lámpa. Felállt a lámpa, basszad. Halló? Pánt eltávolítása. Egyszerre 8 gombot kell benyomni, hogy ki tudja nyitni egy ajtót. Nagyon jó.